kudarcba fulladt a Hetsz kampány. A Köröndi ház lakóinak közleménye. Amerikai magyar fiatalok a Terrorháza múzeumban. Kik legyenek Terézváros kitüntetettjei? A szerb nemzetiségi önkormányzat koncertje a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket! Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Dombóvári Gábor vagyok. Meghiúsult Simó Endre a Magyar Szociális Fórum alapító szervezőjének politikai akciója, amelyet Hassai Zsófia polgármester és a Terézvárosi Önkormányzat vezetése ellen szervezett. Az általa Hüvelyes Lajos lakásbérlete ügyében összehívott sajtótájékoztatón a sajtó képviselői maguk is meggyőződhettek az Izabella utca 92 szám alatt kialakult áldatlan állapotokról és a társasház lakóinak tarthatatlan helyzetéről. Orfacsaró bűz és kosz fogadta a média munkatársait az Izabella utca 92 társasházba meghirdetett sajtótájékoztatón. Ennek a háznak földszintjén több mint 10 éve húzódik Hüvelyes Lajos önkormányzati bérlő ügye, amely a közelmúltban került végrehajtási szakaszba. A sajtótájékoztató a sajnálatos betegsége folytán öngondoskodásra képtelen férfi lakásának nyitott ajtaja előtt kezdődött. A lakásból annak ellenére áradt a gyomorforgató bűz, hogy az összesereglett lakók állítása szerint néhány nappal korábban, éppen a sajtótájékoztató előtt takarított valaki a rokkant férfinál, 4 kukát pakolt tele. Megjegyzendő, hogy a Terézvárosi Önkormányzat családsegítő szolgálata korábban szintén több alkalommal kitakarítatta a lakást, a gondozási központ munkatársa felkínálta segítségét, amit a betegséggel küzdő férfi sajnálatos módon visszautasított. Mint tetszenek látni, ez a konfliktus ebbe a házba elég hosszú ideje generálódik. A lakók, illetve a mondjuk úgy rendesen a házat lakó tulajdonostársak és lakótársak, és a Hüvelyes úr, mint sajnos ebbe a szociális helyzetbe került lakótárs között, és nem egyedi eset, szeretném kihangsúlyozni, nem csak a kerületben, hanem a fővárosban, akár országosan is. Tehát nem ő az egyetlen eset, amikor az önkormányzatnak intézkedési kötelezettsége van. Az önkormányzat alapvető feladatai közé tartozik az önkormányzati vagyon értékének a megóvása. Ezt amennyiben az ingatlanban, mint ebben a lakásban is például bérlő vagy jogcím nélküli használók lakik, nem kizárólagos feladata az önkormányzatnak, hanem megosztódik a két fél között. Tehát ugyanúgy van a bérlőnek és a használónak is kötelezettsége a törvényereinél fogva, tehát konkrétan neki is a lakásban nagyon sok dolgot kellett volna végrehajtani, a közegészségügyi szempontokat figyelmeve, tehát nem ilyen közegészségügyi veszélyhelyzetet okozva, az ebtartásnak vannak szabályai, amiket szintén úgy látom, hogy nem tartottak be, de ez még továbbiakban vizsgálattárgyát képezi, tehát a tiszti főorvos ki fog jönni megvizsgálni az ebtartásnak a megfelelőségét. Ugyanígy karbantartási kötelezettsége lett volna Hüvelyes úrnak, amit nagyon sajnálatos módon, de szociális helyzetéből és betegségéből adódóan úgy tűnik, hogy nem tudott már évek óta megoldani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az 6. kerület önkormányzata nem az egészségi állapotára való hivatkozással kívánja a végrehajtást eszközölni a kiürítés és a hátralékbehajtás vonatkozásában, hanem azon törvénysértő és jogszerűtlen bérlői, illetve használói magatartásból eredően, ami egyébként dolga lenne a törvény szerint és a szerződése szerint, de nem tett eleget neki. Egyrészt. Másrészt pedig a lakbér hátraléka miatt is. Hogy egy kicsi kortörténetet is mondjuk erről az eseményről, mivel nem ma kezdődött, el kell, hogy mondjam, hogy Hüvelyes úrnak a problémája valóban feltételezhetően az ő általa említett egészségügyi károsodás után keletkezett. Tehát onnantól valóban sokszor volt, amikor nem tudott fizetni lakbért. Ebbe bekapcsolódott a 6. kerület önkormányzat szociális szervezet, ez a Terézvárosi Családsegítő. Többször adtak nekik segélyt, lakbértámogatást, amivel szegről végről mindig határán mozgott annak, hogy felmondásra kerül a bérleti joga vagy nem, de aztán miből ezekből a támogatásokból meg tudta fizetni utólagosan a lakbéreit, ezért több alkalommal a bérleti joga helyreállításra is került, de hát ez nem mehet az idők végezetéig, mert a folyamat úgy látszik öngerjesztő, tehát akárhogy teszünk bármit, mindig visszamegyünk ugyanúgy az elejéhez, tehát egy hónap múlva ugyanaz az állapot fogadja
a lakótársakat, akik egyébként joggal vannak meg, hogy mondjam, felháborodva, ha az ő szempontjukból vizsgáljuk, mert az ő lakásuk értéke is leamortizálódik ezzel a körülménnyel, illetve hát egy olyan arrogáns lakótársat elviselni, mint Hüvelyes úr, elég nehéz, és nem igazán elvárható. A nyitott ajtón benézve látni lehetett a lakásban felhalmozódott szemetet, az elrohadt padlót, a koszos falakat, kutyaürüléket, a férfi rossz állapotban lévő kutyáját. Hüvelyes Lajos ruháját is barna, nedves foltok borították. Ilyen háttérrel fogott érvelésbe Simó Endre, aki szociális demagógiára épülő érvelésével lejáratta magát. Többek között a közegészségügyi kérdéseket is erősen felvető körülmények, az elviselhetetlen bűz, összességében a helyszínen tapasztalható makacs tények miatt nem is sokáig övezte figyelem. A sajtó képviselői viszont megismerhették az eddig meg nem szólaltatott lakók álláspontját. Sajnos itt a Izabella utca 92-ben áldatlan állapotok vannak egy lakó miatt. Ön, mint a egyik harmadik emeleti lakó, eddig nem írta le beadványokat, de most erre kényszerült ön is. Miért? Hát most azért kényszerültem, mert én a harmadik emeletről lejövök, és akkor végig érzem az szagot, meg a fölfele megyek akkor is, és meg aztán a kutya is úgy ugat, hogy azt nem lehet elviselni, függetlenül attól, mikor kicsi volt, akkor még megszagoltatta, hogy hát itt lakik, és a múltkor is szóltam, hogy hát én itt lakom, miért ugat? Szóval miért szólok rá a kutyára, mert ő köszön, hát mondom, ne ilyen hangosan köszöntsön, és elviselhetetlen, de a lerontja, hát mi annyit fizetünk ezért a házért, meg annyit fizetünk eddig is, hogy itt szép legyen, meg gondozott legyen, és akkor egy ember elrontja az egész háznak a renoméját, és elviselhetetlen a szag. Miközben Hüvelyes Lajos azt hangoztatta a sajtó képviselőinek kiabálva, hogy jogában áll mocsokban élni, ha úgy szeretne, a férfi ajtószomszédja, Házi Józsefné, más lakókkal egybehangzóan elmondta, hogy bő évtizede tart ez a helyzet, és egyre csak nő a feszültség a gondozatlan lakás miatt. Elmondása szerint a beteg férfi lakása fertő. Az onnan áradó bűztől még a harmadikon sem tudnak ablakot nyitni. Nem azt szeretnénk elérni, hogy az utcára kerüljön, de nekünk is van jogunk a normális élethez, foglalta össze a lakók évek óta fennálló problémáját Házi Józsefné. Rengeteget jön a büdös, a piszok, a kutyapiszok, a kutyaürülék, a kutyát nem rendszeresen viszik ki. Karban tartani nem tudja, ő saját magát se tudja, a lakás büdös, koszos, úgyhogy szóvá tettük önkormányzatnál, mindenhol fórumot megjártunk, sajnos eredmény eddig még nem született, most talán bízunk benne, hogy valamit majd csinálnak. Nekünk nem az a célunk, hogy az utcára tegyék ki, mert már azért azt nem, hanem egy otthonba, föl is lett neki ajánlva, de azt mondta, ő azért nem megy be, mivel a kutyát oda nem viheti. Megértjük, hogy a kutyája van, hogy rossz neki egyedül, de azt nem, hogy a kutyát nem eteti rendesen, nem karban van a kutya tartva, és nincs rendesen kivéve a kutya, bent végzi el a dolgát, ő is mosdatlan, ápolatlan, nem törődik magával, szóval ez egy fertő. Mióta tart ez az áldatlan állapot? Hát körülbelül 11 éve tart ez az állapot, úgyhogy de ennyire még nem mérgesedett el, mint most. Hát most már aztán tűrhetetlen az állapot. Megértjük azt is, hogy ő lebénult, de viszont azt nem, hogy így ilyen életkörülmények között éljen. Itt állunk a már elviselhetetlen orrfacsaró bűzben Hüvelyes Lajos úr ajtaja előtt, aki nem volt hajlandó kameránk elé állni, mint ahogy a Magyar Szocialista Fórum képviselője sem, aki azonnal elhagyta az épületet a sajtótájékoztató után. Egy éve égett le a Köröndi Palota tetőszerkezete. Most ismertetjük az Andrássy út 83-85 lakói által kiadott sajtóközleményt. 2014. július 15-én kigyulladt és teljesen megsemmisült a tűzben az 1882 és 1884 között felépült a Kodálykörönd 2, illetőleg Andrássy út 83-85 szám alatti műemlékház tetőszerkezete és harmadik emelete. Azóta egy év telt el.
Sokak otthona, egyetlen vagyona vált használhatatlanná, hiszen az oltóvíz és az esőzések miatt az épület alsóbb szintjei is lakhatatlanná váltak. Küzdelmes év áll mögöttünk, sokan többször is költöztünk. Kormos penészes bútorokat mostunk rendőrségre, ügyvédekhez jártunk, keressük a megoldás útját. Megtörtént a romok eltakarítása, mindenkinek van hol laknia, és kaptunk egy védőtetőt is, amely átmenetileg védi az épület megmaradt részeit a további gyors leromlástól. Bár hűségesen fizette a társasház a magas éves biztosítást, az MKB biztosító építési tevékenység okozta tűzre hivatkozva nem kíván fizetni. A rendőrség jelenleg is nyomoz, a kormányhivatal viszont már a tűz után nem sokkal kötelezte a tulajdonosokat, hogy 3 éven belül építsék vissza a műemléképület tetejét. Az elmúlt 1 év folyamatos útkereséssel telt el. Hogyan lehet ismét otthont teremteni a tönkrement lakásainkból, és ismét lakhatóházat varázsolni abból az épületből, amely a világörökség részéhez tartozik. A nehézségek közepette lakóközösségünk minden egyes tagja átérzi felelőssége súlyát, és továbbra is azért küzd, hogy végre láthassa, mi fog történni vele és otthonával, ahol már 1 éve nem lakhat. Pályázati támogatással hamarosan hozzákezdünk a közművek helyreállításához. Sikerült megerősíteni, felújítani az életveszélyessé vált és évtizedek óta aládúcolt függő folyosókat. Felkészültünk, hogy a biztosítóval szemben peres úton érvényesítsük követeléseinket. A szakértői vélemények, tanúvallomások birtokában bizakodva várjuk a bíróság döntését. A leggyorsabb és legbiztosabb megoldást a korábban megkezdett és évekkel ezelőtt abbahagyott tetőtérbeépítés megvalósítása jelenti. A közös, bár látszólag nem létező padlásterünk értékesítésével. Meglepetten tapasztaltuk az élénk befektetői érdeklődést. Az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményeként több ajánlatot kaptunk komoly referenciákkal rendelkező és, ami számunkra a legfontosabb, megfelelő pénzügyi és jogi garanciákat felmutatni képes beruházóktól. Az eredményes megvalósítás azonban az összes tulajdonos, beleértve az önkormányzatot és a korábbi károk kialakulásában főszerepet játszó beruházó felszámoló biztosát egységes fellépését igényli. Részünkről a szándék megvan, mindent megteszünk a siker érdekében, és reméljük, hogy az épület ismét az Andrássy út és a Kodály köröndi díszévé válik. Az Andrássy út 83-85 lakóközösség sajtóközleményét ismertettük. A Terrorháza Múzeum a kezdetektől immár 4. éve vesz részt a Reconnect Hungary ösztöndíj programban, amelynek során magyar származású amerikai fiatalokat lát vendégül az ország. Az idén összesen 30 magyar származású fiatal érkezett hozzánk. A program célja, hogy visszakapcsolja a fiatalokat a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, ükszüleik földjére. A Terézvárosi Magazin vendége lesz Baranyi Márton, kommunikációs igazgató, és Baconi Dorottya történész, a Terrorháza Múzeum munkatársai. Ez a Reconnect Hungary, a magyar Birthright program, aminek keretében ezek az amerikai és kanadai magyar származású fiatalok ellátogatnak a Terrorházába. Ők egyetemista korúak, 18 és 26 év közöttiek, és számukra ez azért kiemelkedő program minden évben, mert 4. éve rendezzük meg a Reconnect Hungary, mert sokan valamelyik totalitárius diktatúra alatt menekültek el, ugye nagyszüleikről, szüleikről van szó, akár a nyilas uralom, akár a kommunista uralom alatt kényszerültek Amerikát vagy Kanadát választani második hazának. Ők magyarul már nem beszélő, de a magyarságukra büszke amerikaiak és kanadaiak, akiknek a egy-egy halvány magyarság élményét, ami gyakran mondjuk egy nagyszülőhöz kapcsolódik, vagy valami ételhez, valami halvány emlékhez, azt szeretné ez a 2 hetes program tartalommal megtölteni. Az Egyesült Államok és Kanada legeldugottabb szegleteiből, mint például Új-Skóciából vagy Hawaii-ról érkező fiatalokat Békés Márton kutatási igazgató köszöntötte, és ismertette meg a múzeum történetével, küldetésével.
Ezt követően rendhagyó történelem órán körbevezették őket állandó kiállításukon, illetve megtekinthették az Először szabadon című, az 1990-es első szabad választásokat bemutató időszaki tárlatot is. Vince Máté, a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány által életre hívott Reconnect Hungary kreatív igazgatója elmondta, a program célja, hogy visszakapcsolja a fiatalokat a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, ükszüleik földjére. A Terrorháza Múzeum azért fontos a programban, mert felmenői közül sokan valamelyik 20. századi totalitárius rendszer elől menekültek külföldre, fogalmazott. Az a lényeg ennek a programnak, hogy minden olyan dolgot bemutassunk nekik, ami Magyarországon fontos, ami akár egy megoldandó probléma vagy kitörési pont lehet a jövőben már ugye az ő karrierjük alatt. Így találkoznak fiatal startuposokkal a Design Terminálban, vagy például lesz egy kerekasztal, ahol Magyarország problémáiról beszélgetünk egy kicsit, megoldandó gondjairól. Ellátogatnak roma közösségekhez, ellátogatnak felvidéki magyarokhoz, tehát a határon túli magyarok is minden évben részei a programnak. Fogadta őket Potápi Árpád, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára, és ezen kívül vannak még turisztikai jellegű programok, a borkostolástól elkezdve a biofarmig, ami ma délután lesz, elmennek egy gödöllői professzor, gödöllői brit professzor Matthew Hayes-nek a biofarmjára, és ott maguk tapasztalják meg a magyar mezőgazdaság kincseit és kitörési pontjait. Itt vagyunk a Terrorháza Múzeumban, és megrendítő élményekben volt részed. Mit viszel haza itthonról, és mit fogsz otthon mesélni? Ez egy nagyon fontos nekem ide jönni, mert nekem is van egy dolog az én családomban, hogy a nagypapám, ő is ment ilyenfajta Szibériába, az anyukánk és az apunk mindig mesélt róla, hogy csak egy fekete kocsi jött a házról, a háznál, és csak rögtön bekapták és dobták be az a nagyapám, és elvitták Szibériába, és ott volt 7 évig vagy valami, és mikor visszajött, nem beszélt róla, hogy igazából mi történt az a helyre, mert olyan rossz, szomorú dolog történt ott, és neki mindig kellett dolgozni és csinálni nehéz munka, és sohasem beszélt a nagymamámnak, hogy mi volt az az ér, és hogy ott volt, de mindig mondta, hogy ő akart segíteni mindenki. Volt egy pár zsidó ott, és csinált egy szisztem, hogy ki tudták vinni a zsidók, és az volt a lényeg, hogy ő volt egy rossz helyben, de ő is tud csinálni valami jó az a helyben. Ez az épület most, ami itt vagyunk, ez nagyon nehéz nézni, mert olyan rossz dolgok. És az a böntő cellákba mentünk és néztünk, ki van írva a fényképre, hogy milyen fajta emberek itt voltak, és mi történik, és mit csinálták, hogy itt kellett lenni. És nagyon, nagyon nehéz nézni, mert mindenki nem csinálta olyan rossz dolgok, de mi már itt is jöttek, és volt egy pár emberek, aki igazából itt éltek az egész életében.
A látottak nagy hatást gyakoroltak a fiatalokra. A múzeum mindenkire hatással van, legyen bár magyar vagy sem, hiszen ezek az események az egész világra hatással voltak. A falakon és a videókon látható arcok emlékeztetnek bennünket arra, hogy ennek sohasem szabad újból megtörténnie, mondta egyikük. Egy másikuk így összegezte benyomásait. Az Egyesült Államokban nincs a terrorházához hasonló múzeum. Emlékműveink és emlékparkjaink vannak, amik kevésbé átélhetők, átérezhetők. Egy ilyen helyen, mint ahol most állunk, talán túlságosan is sok érzés keríti hatalmába mindannyiunkat. Elszomorodtam és elborzadtam. Végét csoportfotó zárta a Vasfüggöny emlékmű előtt. A képviselő testület tagjai mellett ezután a választójoggal rendelkező terézvárosi lakosok is javaslatot tehetnek arra, ki kapja meg a kerületi önkormányzat által adományozható kitüntetéseket. Ezek a következők. Terézváros díszpolgára cím. A Terézvárosért, a Terézváros mestere és a Terézváros sportolója kitüntetés. A From Pál emlékérem és a Terézváros szociális segítőjének emlékérem. A kerület lakói az írásbeli indoklással is ellátott javaslatokat 2015. augusztus 15-ig nyújthatják be a polgármesternek. További információk a www.terézváros.hu oldalon olvashatók. Vertetics Szlobodán és barátai, valamint a Rozmarink Hagyományőrző Kulturális Egyesület zenészei és táncosai másfél órás önfelett vidámsággal ajándékozták meg a Hunyadi tér közönségét. A szombatesti koncertsorozat rendszeres látogatói már jóval a kezdés időpontja előtt megérkeztek a térre, hogy a zenepavilon közvetlen közelében elhelyezkedve a legjobb helyekről élvezhessék a neves zenészek előadását. A szép számmal egybegyűlt közönséget sem az egész nap érvényben lévő legmagasabb fokozatú hőségriadó, sem az eget elsötítítő viharfelhők nem tartották távol. Ez nem is csoda, hiszen a műfaj kedvelői már a fellépők névsorából is pontosan tudták, hogy garantáltan remek koncert lesz. Vertetics Szlobodán és zenésztársai nem is okoztak csalódást. Az alkalmi formáció tagjai bár együtt ritkán szerepelnek, de kivétel nélkül mindannyian több évtizede ápolják a szerb zenei hagyományokat. Itt vagyunk a Hunyadi téren, hamarosan kezdődik a koncert. Mit hoztatok nekünk? Igen, itt vagyunk a Hunyadi téren, megmondok őszintén, nagyon tetszik. Én utoljára jó pár évvel ezelőtt jártam erre, és akkor bizony még nem így nézett ki ez a tér. És nagyon tetszik, és köszönjük szépen a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy meghívott minket erre a rendezvényre. Reméljük, hogy az időjárás is mellettünk fog állni. Ugyan dörög-zörög itt a környék, de reméljük, hogy kibírja, amíg mi játszunk, és addig nem fog elkezdeni esni az eső. Ha nem kezd el esni az eső, akkor mi elsősorban magyarországi délszláv zenével készültünk, ugye, mert az a mi profilunk, de azért mondtam, hogy elsősorban, mert azért a repertoáron szerepelnek anyaországi és egyéb balkáni országoknak a feldolgozásai, általunk végzett, illetve mások által végzett feldolgozásai. A jelenlegi felállás megint csak egy alkalmi felállás, aminek az a lényege, hogy mi külön-külön nagyon régóta ismerjük egymást, így a zenészek. Mindenki ezt a zenét műveli már több évtizede, én személyesen is, de így konkrétan ebben a formációban, most már nem mondom azt, mint korábban, hogy még soha nem játszottunk együtt, de nagyon kevésszer, legalábbis három alkalomnál nem többször,
ez így lesz most is, és reméljük, hogy fog tetszeni a közönségnek, persze, hogyha eljönnek az időjárás ellenére. Az érzelem gazdag, őszinte életszeretetet sugárzó dallamok első perctől kezdve magával ragadták a közönséget. A Csobánkai Rozmaring Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület táncosainak és zenészeinek produkciója alatt a hangulat a tetőfokára hágott. A népzenei alapokat feldolgozó szerb tánczene, a feszes, balkáni ritmusok táncra csábították a jelenlévőket. Miután Vertetics Szlobodán és barátai visszatértek a színpadra, ismét felcsendült a harmonika, a tambura és a tambura brács hangja. A Rozmaring együttes tagjai pedig hatalmas kört formázva alaposan megtáncoltatták a közönséget. Fergeteges hangulatban itt a Hunyadi téren, egy pár mondatban mutassa be az együttest. Az együttes neve Rozmaring Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Csobánkáról érkeztünk. A szerb táncokat visszük tovább és adjuk át az ifjúságnak, és itt, aki ugye részt vesz, nekik is bemutatunk néhány táncot, egyszerűbb ízelítőt, kólót a mi repertoárunkból. Több tánccsoport, a tánccsoporton belül több csoport működik, gyerekek, felnőttek. Igazából hobbi szinten kezdtük el ezt a tánccsoportot, úgy rendeződtünk össze szülők, és én személy szerint is később kapcsolódtam bele ebbe a tánccsoportba, de nagyon-nagyon lelkes a csapat, látszik is gondolom itt a hangulat alapján, és most már kezdünk komolyabban is foglalkozni a táncokkal, külföldön is fellépéseket vállalunk, nem csak Magyarországon, és elismerik a mi táncainkat, kultúránkat, és minősültünk már több helyen is. Azt gondolom, hogy az, hogy az embernek gyökerei vannak, és stabil gyökerei, az mindenki életében nagyon fontos kell, hogy legyen. Mi ugye Szlobodánnal az iskolában ismerkedtünk meg, és elmondhatom, hogy mi egy olyan iskolába jártunk, ahol megkaptuk ezeket a stabil gyökereket, mi is a mai napig visszajárhatunk oda, illetve én is, és még nagyon sok volt iskolatársam is visszahordják oda a gyerekeiket, akár a város másik feléből is. Terézzel az, amennyire fontos a nemzetiségi kultúra? Azt gondolom, hogy Terézvárosban a nemzetiségi önkormányzatok is, illetve Terézváros önkormányzata is nagy figyelmet fordít arra, hogy a nemzetiségi kultúra érvényesülhessen. De ez nem csak Terézvárosban igaz, hanem országszerte a kisebbségek igyekeznek maguknak minél több teret biztosítani összejövetelekre, illetve hangulatos programokra. Éppen azért, mert ez a kisebbség ezáltal tud igazán összejönni, összetartani, és ez az összetartozás, ez bizony egy értékrendet is jelent. Láttam, hogy tetszett táncolni, és milyen jól érezte magát. Szokott kijárni a Hunyadi térre? Most tudtuk meg a barátnőmmel, de táncolni járok már több mint 30 éve. És azért szeretem ezeket a táncokat, mert, hogy is mondjam, körbe táncolunk, tehát amikor párral táncolsz, az nem mindig nagyon jó a pár. Amikor nagyon jó, azzal is nagyon jó táncol, neki meg nem olyan ügyes, akkor azzal nehezebb táncolni. De körbe tulajdonképpen szinte bárhol lehet ügyesen táncolni, neki már tudja a táncokat. Tehát már 30 éve csinálom, úgyhogy persze, hogy ismerem. A maratoni koncert vége felé járunk, nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat volt.
civilek és profik ropták a táncot. Egy pár mondatban, ha az együttes alakulásáról mondana valamit. A Rosmarink szerb hagyományőrző táncegyüttes, Csobán Károly jöttünk, de Pomázon alakult a csoport. Ennek nagyon szép története van. Pomázon, Budakalászon, Csobán Károly Szentenén nagyon sok szerb él, akik a mai napig őrzik a hagyományaikat. Ennél fogva rengeteg szerb rendezvény van, ahol járják még mindig a kólót meg a szerb táncokat, és Pomázon van egy szerb ovi. És ennek egy évfordulós ünnepségére összeállt egy szülőkből álló csapat, hogy betanulnak egy szerb táncot, és az annyira jól sikerült, hogy ez a csapat együtt maradt, és egy lelkes anyuka, Hírják Ágnesnek hívják, úgy gondolta, hogy ő ebből tánccsoportot alapít. Ez 11 évvel ezelőtt volt. A lelkes szülőkhöz csatlakoztak a helyi szerb családok sarjai is, így egy komplett táncegyüttes lett, akikkel most már hát egy 6-7 éve komolyan dolgozunk, nem csak azokat a lépéseket tanultuk meg, amiket a szerb bálokba, táncházakba táncolnak, hanem koreográfiát is táncolunk, és ezeket adjuk elő. És egy ilyen műsorral hívtak minket ide a Terézvárosba is, ahol nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összejöttek annak ellenére, hogy egy nagyon meleg nyári nap van, de nagyon lelkesek voltak, nagyon tetszett a műsorunk, és mi nagyon szívesen jöttünk ide. Nagyon jó érzés volt, hogy a rossz idő, illetve a rosszul induló idő ellenére mégis sokan eljöttek, érdeklődtek, hallgattak minket, nézték a táncosokat, és a végén beálltak még táncolni is, és ezúttal még egyszer szeretnénk megköszönni Terézvárosnak a meghívást. Reméljük, lesz még alkalmunk itt zenélni és táncolni együtt. Következő szombat este 6 órakor kit láthat a közönség? Mai Gábor lesz Terézváros önkormányzatának a meghívott előadóművésze, aki terézvárosi lakos, és most először fog a Bunyadi téren fellépni. Kedves nézők, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is minden jót, a viszontlátásra!